Jó estét kívánok, köszöntöm az esti mérlegnézőit. Ismét kormányinfot tartott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Ezúttal több a várost is érintő kérdésről is szó esett, melyekre a város polgármestere Cserpalkovics András reagált. Erről lesz szó a következő percekben. A kormány 3000 elektromos busz beszerzését támogatja, illetve finanszírozza ebben a ciklusban. Ennek célja, hogy a lehető legtöbb buszt hazai gyártásból lehessen biztosítani, valamint hogy a tömegközlekedés átállhasson az elektromos buszok használatára. Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta, hogy a város indulni fog ezeken a pályázatokon. Van egy gyárunk, igen, a fejjavárgyak szívéhez, lelkéhez azt hiszem, hogy az Icarus évtizedek óta nagyon-nagyon közel áll, hiszen nagyon-nagyon sok családot ez érintett a múltban érint a jelenben is, és szerencsére az újra éledezni látszik. Ez jól mutatja, hogy a katonai megrendeléseknek eleget tudott tenni, több mint száz buszt már a honvédség számára legyártott, és az is azt gondolom, hogy mutatja a lehetőséget, hogy egy kínai partnerek közösen elkészített egy elektromos buszt is, aminek egyébként egy prototípus az látható is a Fejjelvári utakon, az engedélyeztetés, a forgalomba helyezés zajlik, ez hamarosan be is fog fejeződni, és azt követően az ikarusz ennek a sorozatgyártására képes és alkalmas. Mi azt vártuk, több egyeztetésünk volt nekünk is a illetékes minisztériummal, hogy pályázati forrás kerüljön kiírásra, arra a hivatkozással, hogy ez egy nagyon komoly környezetvédelmi és közlekedési beruházást is jelent. Nem kell mondani, hogy akár a zaj, akár a légszennyezettség tekintetében mekkora különbség van, hogy 60-65 dízelbusz, vagy pedig 60-65 elektromos busz jár-e székesfehérvár útjain. Úgy látjuk, hogy a töltési lehetőségek adottak lehetnének, pont a nagyiparnak. Köszönhetően van egy gyártóbázis, és van egy nagyvárosi közlekedés, ami pedig a hátterét tudja ennek megteremteni. Nem elfelejtve, hogy egy modern buszpark az biztos vagyok benne, hogy lehetőséget adna számunkra arra is, hogy utas számot tudjunk bővíteni, hiszen nyilván ilyen buszokra szívesebben felszállnak az emberek. Másrészt pedig, hogy amit az üzemeltetésben megtakarítunk azáltal, hogy nyilván jóval olcsó, fenntartású buszokról beszélünk, mint a jelenlegi dízel autóbuszok azt pedig a szolgáltatás színvonalának emelésére tudnánk fordítani, akár a hálózat tekintetében, akár pedig a menetsűrűség vonatkozásában. Úgyhogy magam nagyon örülök, hogy Gulyás miniszter úr bejelentette, hogy lesznek ilyen pályázati források, bízom benne, hogy a 3000 buszból Fehérvár is néhányat majd el fog tudni hozni, és én magam is a Facebook oldalamon rögtön utána bejelentettem, hogy Fehérvár indulni kíván ezeken a pályázatokon, és ezeket az elektromos buszok a beszerzése tekintetében szeretnénk mi is ennek részeseivé válni. Hozzátéve, hogy ezek nem olcsó autóbuszok, hiszen 150 millió forint körül vannak az elektromos autóbuszok, 60-65 busz látja el a Fehérvári közösségi közlekedést ebben a pillanatban, a törzs busz szám is 20-30, tehát ebben érdemes gondolkodni, valószínűleg ez több ütemben lesz cserélhető, de bízom benne, hogy az első ütemet azt el fogjuk tudni indítani. Hozzá kell tennünk, hogy közbeszerzési eljárás keretében szerezheti be a buszokat majd a város, ez azt jelenti, hogy bár nyilván jogi keretek között Tudunk bizonyos paramétereket, referenciapontokat meghatározni, de mi ezen közbeszerzési szabályok betartása mellett tudunk majd autóbuszt beszerezni. Talán még az a gondolat mindenképpen hozzá kívánkozik hogy úgy látjuk, hogy van lehetőség azért is ezeknek a buszoknak a beszerzésére, mert itt ezeket az autóbuszokat már a legmodernebb technológiával is föl lehet szerelni, tehát okos buszok lennének, tehát túl azon, hogy elektromos autóbuszok, túl azon rengeteg olyan szenzorral rendelkeznének, ami könnyíteni az utazók, de az üzemeltetőnek a, a fenntartói feladatát is. Mi ezért azt szeretnénk, hogy ezek az autóbuszok, ha a pályázat ezt lehetővé teszik, akkor az önkormányzat, tehát a város közösség, tulajdonába legyenek, és ezt adjuk hát üzemeltetésre a szolgáltató részére. Közlekedés tekintetében az M7-es autópálya bővítéséről is szó esett. A Strádáról egy új ipari lehajtó épülne Székesfehérvár és Szabadbatyán között, ami a 81-est kötné össze az autópályával. Körülbelül másfél héttel ezelőtt jelentette be az illetékes államtitkár Mosószi László azt, hogy a 81-es, illetve a 13-as négysávosításának alapvető döntései megszülettek. E tekintetben egy részletes megvalósíthatósági tanulmányt rendelt meg a kormány. Ez az ekkora infrastruktúrális beruházásoknál mindig a legfontosabb első lépés, hiszen ez jelöli ki a nyomvonalat, mondja meg, hogy milyen technológiai beavatkozásokra, milyen műtárgyakra van szükség, mi van állami tulajdonban, mi nincs a területek tekintetében, és ez vizsgálja azt is, hogy adott településeknél az illeszkedések hogyan történnek meg. Fehérvárt ezt kifejezetten érinti, nem csak a 81-es és a 13-as miatt, tehát nem csak azért, mert végre egy biztonságos, korszerű és a környezetet jobban kímélő közlekedési úthálózat alakulhat ki az M7-es és az M1-es között, hanem pont az M7-es okán mi azt a javaslatot tettük, a kormányzat megkeresett bennünket konzultációra, velünk, hogy mi mit javaslunk, hogy kerüljön elkészítésre, vagy legalábbis átgondolásra a negyedik sztráda lejáró és sztráda csomópont kialakítása. Ez, ha Budapest felől nézzük, akkor a mai utolsó 63-as kerülő csomópont után kerülne kialakításra, Fehérvár és Szabadbatyán között, és onnan kerülne átvezetésre a 81-eshez. Ez azt is jelenti, hogy tehermentesítené az Osan Forgalmat, és tehermentesíteni az újcsóri út ö, körforgalmat is. az gondolom, hogy mind kettő szükségességével biztos vagyok benne, hogy mindenki ö, egyetért. Azaz a belső közlekedési ö, problémákat is tudna ö, kezelni. Ezért fontos tehát, hogy a kormányzat ezt a döntést meghozta. És én sokan hallottam az elmúlt egy-másfél hétben, hogy jaj, de hát ebből úgysem lesz majd semmi. Én azért arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy soha Ilyen döntést magyar kormány még nem hozott a 81-es és a 13-as és az M7-es tekintetében, ez egy konkrét lépés, hiszen a részletes megvalósíthatósági tanulmány az év végére, jövő év elejére el fog készülni. Ez alapján minden technológiai részlet ismert lesz, ez alapján elkészülhetnek a tervek. Tehát én úgy érzem, hogy igenis elindult ez a beruházás. Természetesen nagy volumenű és pár évet biztos, hogy igénybe fog venni, de én úgy látom, hogy ez összehangolva az M1 felújításával egy néhány éven belül azt megelőzően megvalósuló beruházást fog tudni eredményezni. Tehát az állom az mégiscsak megvalósulni látszik, de hozzá kell tenni, hogy természetesen ezekre olyan nagy forrásigény mutatkozik, hogy nyilvánvalóan állami forrásokra lesz szükség. Az önkormányzatnak itt az a dolga, hogy a városi kapcsolódási pontok tekintetében a legjobb megoldásokat tudja elérni a kormányzatnál. Hozzátéve, hogy tudom, hogy talán a kormányinfon ez most nem hangzott el, de az államtitkári tájékoztatón egy hete igen, hogy ugye a Fehérvárbóban vasútvonal felújítása és kiépítése is meg fog történni, ez Fehérvár Veszprém vasútvonalat is jelenti, ami azt akkor valósítható csak meg, hogyha a Balaton úti útszakasznál a töltés megerősítés, magyarul a Balaton út meg, inkább azt mondom, hogy felújítása, bővítése is megtörténhet, ez viszont csak akkor valósítható meg, ha ezzel párhuzamos út és kiváltó út megtörténik a felújítás idejére, ez pedig a Bakony utcai kikötés, illetve az úrújdai móponnak a kiépítése. Mind a kettő nagyon régi, több évtizedes álma a városnak. Tehát itt olyan nagy infrastrukturális fejlesztési lehetőséget kaphat Székesfehérvár, úgyhogy ez a városnak nem kerül pénzébe, ami bizony a következő évtizedek közlekedés tekintetében korszakos jelentőségűnek is minősíthető. A modern városok program tekintetében is folyamatosan zajlanak az egyeztetések. A polgármester tájékoztatott, hogy a kórház fejlesztése elengedhetetlen, ehhez a jövőben rendelkezésre állnak majd a források. Mindegyik programelem tekintetében zajlik a beruházások előkészítése vagy végrehajtása. Ezen belül természetesen prioritást élvez a kórházfejlesztés, a középiskolai kampuszfejlesztés és a rendezvénycsarnok kérdésköre. Mindegyik esetében tárgyalásban vagyunk a kormányzattal. A középiskolai kampusz vonatkozásában a héten is sor került ilyen egyeztetésre a minisztériumokkal, a nemzetközi iskola tekintetében is, és úgy néz ki, hogy semmi akadálya annak, hogy nyáron a kivitelezésre, kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást azt ki tudjuk írni, tehát ebben az évben el tudjuk majd ezt bírálni, és az azt jelenti, hogy a következő évben már a beruházás indulhat is a Vasvári Gimi, illetve a Kodolányi Középiskola tekintetében. Azt gondolom, hogy ez egy komoly előrelépés. A kórház esetében is folyamatos az egyeztetés. Itt fontos kiemelnünk azt, hogy minden egyeztetésen az állam és a szakminisztérium is visszaigazolja azt, hogy a kórházfejlesztés szükséges, hogy el erre a források rendelkezésre fognak állni, hogy ez a beruházás meg fog valósulni. És ez nem csak Fehérvár, hanem a térség egészségügyi ellátása tekintetében is nagyon fontos. Itt a műszaki paraméterekről zajlik az egyeztetés. Mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy a tömszerű megvalósítás történhessen meg, tehát azok a ellátások, amelyek ma a kórház területén elavult épületekben vannak elhelyezve, azok egy modern 21. századi épületbe és eszközpark közé lehessen átköltöztetni. Ez nagyon fontos, és úgy látom, hogy a kormányzatnak is ez az elkötelezett célja, illetve amit mi javasoltunk, hogy van bizonyos, vannak olyan elemek, amelyeket már külön is tudnánk venni és el tudnánk indítani. Ez akár a kiviteli tervezésnek a folytatásra befejezése, akár pedig a parkolóépítésnek az a része, ami nem a kórház területén belül kerül elhelyezésre, hanem kívül. Ugye erre a források rendelkezésre állnak, hiszen 7 milliárd forintot a kormány már a kórház számára átutalt, ebből pár millió forint került a tervezésre, előkészítésre, elköltésre, a többi forrás az ott van, fizikai valójában, tehát abból ezeket a munkákat már elő lehetne finanszírozni, közben a kiviteli tervek el tudnának a nagy beruházás tekintetében készülni, és úgy lehetne kiírni a közbeszerzési eljárást. A multicsarnok tekintetében pedig két alternatíva van a kormány előtt, az egyik az eredeti, a másik pedig annak egy csökkentett műszaki megoldása. Az sem kis csarnok, hiszen az is több mint 4000 fő. Viszont ebben az esetben azt kértük, hogy a hamarosan bejelentedő kosárlabda és kézilabda csarnok, amit ugye a Corvinus Egyetemmel közösen valósít meg a város, annak van egy önerő igénye, hogy ebben nyújtson majd a kormányzat segítséget. Hozzátette, a városvezetés javaslatot tett arra, hogy a beruházás bizonyos elemeit elindítja. Ilyen például a kiviteli tervezés folytatása, vagy a külső parkoló kivitelezése, hiszen a pénzügyi keret erre rendelkezésre áll. Kedves nézők, ez volt már az esti mérleg, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!